A szabadtéri szezonban nagyszerűen szerepeltek a nyíregyházi úszók, Szurovcsák Ivett a felnőtt bajnokságon szerzett ezüstérmet, a korosztályos országos bajnokságokon pedig többször is felállhattak a dobogó legfelső fokára a fiatalok. A nyári versenyidőszakot követő pihenő után már fedett pályán készülnek a gyerekek, akik közül 10 rajtkőre álltak a jövő bajnokai sorozat debreceni döntőjében, ahol az észak-alföldi régió válogatott tagjaként szereztek aranyérmet. Én úgy gondolom, nagyon sikeres szezon zártunk. Egyrészt a korosztályos országos bajnokságon nagyon jól szerepeltek a gyerekeink, nem csak a saját korcsoportjukban, hanem a magasabb korcsoportokban is. És a saját korcsoportban nagyon sok bajnokságot nyertünk, és a hatházi Dóri még országos csúcsot is úszott, sőt, hadd dicsekedjek azzal, hogy most volt a csapatversenynek a végeredménye a jövő bajnokainak. Budapesten játszottuk a döntőt, és Debrecenben a Észak-Alföld régió nyert. A 2017-es győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készülő válogatottban kerettag a 13 éves hatházi Dóra, aki 50 és 100 méter pillangón első, 200 pillangón pedig második lett az idei Európai Olimpiai Reménységek versenyén. 4 számba indultam, 2-3 jól sikerült, a negyedik az nem nagyon, de meg voltam elégedve magammal. Hatházi Dóra mellett Cserfalvi Olaf is eredményes szabadtéri szezon tudhat maga mögött. Gyula Sándor tanítványa 4 arany, 4 ezüst és 1 bronzérmet szerzett a cápa korosztály országos bajnokságán. Olaf nagyon ügyes gyerek és tényleg nagyon tehetséges, 12 éves, még nagyon fiatal. Az országos ranglistán több számban vezet, most 4 bajnokságot nyert, és mellette volt második, harmadik hely, ami nagy küzdelemben esetleg maradt alul, és úgy gondolom, hogy nem sokára ő is kilép a nemzetközi szintére is. A több úszásnemben is eredményes 12 éves fiatalember elárulta, hogy melyik két úszásnemet szereti a legjobban, és azt is, hogy mit szeretne elérni a sportágban. A pillangóúszás, a gyorsúszás, hát ebben azt szeretem, hogy könnyűek. Mit szeretnél elérni, hova szeretnél eljutni ebbe a sportágban? Hát egyszer az olimpiára, és azt megnyerni. Az év hátralévő részében még több hazai versenyen rajtkőre állnak a nyíregyházi úszók, akik a decemberi országos felmérő viadalon zárják majd az évet.